Régóta szerették volna a pálházi lakosok, hogy megújulhasson a település úthálózata. Így örömteli számukra, hogy zajlanak a munkálatok, hiszen az aszfaltozás okozta forgalomirányítás apró és rövid kellemetlenség, melyért cserébe jobb úton tudnak majd közlekedni a helyi lakosok és a térségbe látogató turisták egyaránt. Zajlanak a útfelújítási munkálatok. Azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb fejlesztési projekt, ami Pálházán, illetve a hegyközben megvalósul. Azt gondolom, egy régi vágyunk teljesült ez az út felújítása, hiszen több mint 20 éve volt előzőleg egy komplex felújítása Pálházának, illetve a térségnek. Ez egy jelentős beruházás, amely kormányzati forrásból valósult meg. Mikóháza, Pálháza, valamint Pálháza és telkibányai szakaszokat érintően. Ahogy említettem, ugye nagyon fontos, hiszen a hegyköz, ez a rész kiemelt turisztikai célponttá vált az utóbbi években, és ezáltal is egyre nagyobb a látogatottság, egyre nagyobb a turistaforgalom, és ennek a minőségi kiszolgálásnak, a turisták kiszolgálásának elengedhetetlen része a jó közlekedés. Szebeni Endre polgármestert arról is kérdeztük, milyen projektek, beruházások vannak még, amik jelenleg is zajlanak a településen. Az útfelújítások a legfontosabbak. Itt ennél a szakaszoknál, amit említettem, nem állunk meg, hiszen a környező települések bekötő útja is meg fognak újulni 2022-ben. Először a Füzérkajatai bekötő út, utána Pusztafalu, és majd Tokaj-Zemplén fejlesztési program keretén belül a többi hegyközi út is megújul. Elmondható, hogy így 2023 év végére egy teljes körű útfelújítást láthatunk a térségben. Ezen felül számos projektünk van, nem csak Pálházának, hanem a térségnek is, hiszen mi központi régiós repet töltünk be az intézményet ellátottság terén. Az elhangzottakon felül vannak még elbírálás alatt álló benyújtott pályázatai is a településnek, melyek ha zöld utat kapnak, tovább fejlődhet a hegyközi kisváros.